A Stephen Style stúdió táncosainak produkciójával kezdődött az Öreghegyi Karitás csoport által szervezett Batyus Bál a Köfén Művelődési Házban. Az eseménnyel a gyermekek táboroztatását szeretnék segíteni. A megvásárolt belépők és tombola jegyek teljes összegét a nyári táborra fordítják majd a szervezők. A költségek annyira megnövekedtek, hogy próbáljuk egy kicsit a bevételi oldalt is megnövelni, és ezért gondoltuk, hogy egy ilyen jótékonysági bál keretében próbáljuk azt, hogy a gyerekek minél színvonalasabb táborba tudjanak részt venni a nyáron. A Caritas csoporttal szorosan együttműködik a Mindenki Képes Egyesület is, egész évben segítik egymás munkáját. A mostani rendezvényre pedig egy divat bemutatóval készültek Lengyel Zsófiék. Kaptunk egy megkeresést, ugye én, mint a Mindenki Képes Egyesület ügyvezetője, illetve állandó közreműködésben vagyunk, hiszen mindkét helyen igyekszem szerepet vállalni és helyt állni, az Ability Fashion Egyesülettel ketten, hogy itt most ezen a mai bálon egy mini divat bemutatót mutassunk be. Az estre az ország több pontjáról érkeztek fogyatékossággal élő hölgyek, hogy bemutassák a szebbnél szebb ruhakölteményeket. Az Ability Fashion célja most sem volt más, mint hogy a bemutató résztvevői megmutassák a bennük rejlő értékeket, és azt, hogy tudnak teljes életet élni. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt részt vehetünk a mai bálon. Ugye többször voltunk már itt Székesfehérváron, tartottunk divatbemutatókat, nagyon szeretünk idejönni. Itt mindig nagyon nagy örömmel fogadnak minket, és örülünk annak, hogy ismét megmutathatjuk magunkat a székesfehérvári közönségnek. A produkciókat követően a jó hangulaté és a táncé volt a főszerep, hajnalig tartó mulatozásra várták a bálozókat.